Sziasztok, jó estét! Petri Barbie vagyok, és ez itt egy újabb mini live, vagy villám live, ami ma egy igazán különleges ajánlatot hoz nektek. Három könyvet készítettem ide, nem véletlenül ezt a hármat. Ki fogok rátérni már is, de lehet, hogy van, akik már sejtik, hogy miért ezt a hármat készítettem ki. Nem akarom már nagyon sokáig húzni az érdeklődéseteket, hiszen tudom, hogy nagy az érdeklődés. És talán már sejtitek, hogy ez a három könyv abból a három szintezett olvasmányi csoportból egy-egy darab, ami ennek a fantasztikus 50 darabos könyvcsomagnak a részét képezi. Ez itt egy bontatlan csomag, ez az, ami vár rátok. Itt van a mi bontott csomagunk, amiből most kiválasztottam ezt a hármat, amiben bele fogunk lapozni. A csomag, amiről beszélek, a My Reading Library, aminek, hogyha látjátok így a könyv éleket, látjátok, hogy három szín, a rózsaszín, a zöld és a piros, most itt pont fejjel lefelé, de nem baj, tehát ez a három szín jelzi azt, hogy három különböző nehézségi fokozatra osztották föl a meséket, és én most kiválasztottam itt három olyat, amiben bele is nézünk, tehát, hogy lássátok ezeket a szinteket. A Three Little Pigs, hát eleve az egész csomag tele van klasszikusokkal, nagyon-nagyon szeretjük, és látom, hogy itt is sok-sok szívecske röpköd. Próbálom közben a lámpát is úgy rakni, hogy talán ne teljesen tükröződjön, hát de egyre rosszabb. Minél lényeget látni fogjátok, a belső már úgy se tükröződik, tehát. Ez itt nekünk a rózsaszín, az a legkönnyebb szint. Mindegyik könyvről azt kell tudni, hogy nagy kép és kevés szöveg van benne, de ez a legegyszerűbb. Tehát egy-egy mondat, nagy képpel, most inkább így próbálom lapozni, jó, hogy azért jusson idő mindegyikre, most így nem fogok nagyon beleolvasni. De azért látjátok, hogy nekem tetszik az, hogy az illusztrációja egy picit ilyen lazább. Nem az a tökéletes rajz. És egyébként az összes könyve ennek az 50 darabos csomagnak 47-48 oldalas. Ha mondhatom így, hogyha oda jutok. Hát, az ott már a magának a mesének a történetet, akkor mondjuk azt, hogy 47 oldalas történetekről van szó, és ebből van 50 darab összeválogatva. Tehát azok, amiknek rózsaszín az éle, ugye itt nekünk most már hiányzik egy adag, de itt van egy bontatlan csomag, és itt látjátok, hogy az alján, amik vannak, ezek a rózsaszín címek, most csak így egy picit rázomolok, látjátok őket? Nagyon sok klasszikus brémai muzsikusok, három kis malac, és a többi, és a többi. Utána következik a zöld, az a középső szint. Hoztam itt nektek egyet a zöldből is, és azért be kellett költözzek ide az íróasztalra. Goldilocks and the Three Bears. Ez is ugye 47 oldalas, mindegyik, de ebben már egy picivel előfordul, hogy több szöveg van. De még azért ezen is, látjátok, itt mondjuk már pár mondattal több van. Látjátok, olvasható, köszi Marian a kommentet, ezek mindig nekem jó visszajelzések, úgyhogy tényleg kérlek, írjatok, ha kérdezek. Jó, de látjátok közben, hogy azért ebben már egy picit több a szöveg. Ez a középső szint. És aztán a harmadik, az pedig a piros, ilyenek vannak benne, hogy Sleeping Beauty, Rapunzel, Hansel and Gretel, jó, tehát Csipke Rózsika, Aranyhaj, Jancsi és Juliska, Béka Herceg, Diótörő, Csizmás Kandúr, Kishab Leány, Borsó Szemkirály Kisasszony, és a többi, és a többi, Aladdin, Cinderella, na hát már fáradt vagyok, ismeritek ezeket magyarul és angolul is, én most a Frog Prince-et választottam ki, és ennél is ugye az látszik, hogy 47 oldalas, de itt azért már jóval több a szöveg. Most ezt próbálom egy picit így nyitva tartani.
és 50 darab ilyen könyv van egy ilyen csomagban, és ez a My Reading Library csomag, amit most már majdnem egy éve hirdetünk, és képzeljétek el egyébként, hogy decemberben kifogyott a kiadónál, és én azt hittem, hogy soha többé nem lesz elérhető, örültem, hogy még magunknak egy utolsó, mármint hogy a gyerekeimnek egy utolsót meg tudtam csípni, és aztán egy jó másfél hónapos hallgatás után a kiadó ismét kiadta ezt a fantasztikus 50-es csomagot. Egyébként a rhymetime.hu per My Reading Library egybeírva, Y-nal a My Reading Library oldalon tudtok róla többet olvasni. Itt most azért álltam csak meg, hogy lássátok, hogy itt például már, tehát a piros élő könyveknél, ami már a legnehezebb szintű olvasmány, már fejezetekre vannak osztva a történetek. És egyébként itt az elején meg is mutatja egy kis tartalomjegyzékben, hogy 5 fejezetre van felosztva. Tehát ez is 47 oldalas, mindegyik 47-48 oldalas, de ezért változik az, hogy milyen töménységű vagy részletességű a szöveg. Na hát, és ugye, aki már régóta követi a Rhymetime-ot, az tudja, hogy iszonyatosan nagy közkedveltségnek örvend ez a csomag, a My Reading Library, amit itt egy picit most még próbálok körbeforgatni, hogy lássátok ti is. Egyébként itt a hátoldalán, na most akkor így forgatom, itt megvan mind az 50 cím, tudom, hogy most tükröződik bele, próbálom úgy állítani, hogy ne tükröződjön, na, meg, így. Tehát, 50 books to guide your child through the early stages of reading. 14 könyv van benne. Az Asborn First Reading Level 3-ből. 16 könyv van benne. Na, zoomolunk. A Reading Level 4-ból, és 20 könyv van benne a Young Reading Series 1-ból, tehát 14 legkönnyebb, 16 közepes és 20 darab a legnehezebbből. És itt azért most még próbálok erre is rázoomolni, hogy lássátok. Picit lássátok a címeket. Jó, ezen próbálok most itt lassan végigmenni. Tudom, hogy nincs benne az összes, majd megyek az alsóbb sorokra is. Megyek most itt lefelé. De mondom, a My Reading Library aloldalunkon. Nem fog beleférni, majd lesz egy harmadik sor. Neked gyöngyvérének megvan. Köszi, köszi a visszajelzést. Igen, tudom, hogy ez már sokaknak megvan. De mivel ugye World Book Day van ma, április 23, a könyv világnapja, ezért mindenképpen egy olyan ajánlattal akartam jönni nektek ma este, ami hát én merem azt állítani, hogy egy életre megalapozza a gyermekednek a viszonyát a könyvvel, és a szeretetét, és az olvasásra nevelésnek az alapját. És itt egyébként még láthatjátok, hogy az asborn.com per reading program oldalon is tudtok olvasni többet erről a sorozatról. No, de nem csigázlak tovább benneteket, mert tudom, hogy nagyon késő van, és későn jöttem. Ennek az 50 darabos csomagnak az ára 20.000 forint, és most ebből tudok nektek a leggyorsabb jelentkezőnek 15% kedvezményt adni. Ez azt jelenti, és ugye a beharangozó posztom is ezt sugalta, hogy akár egy teljes könyvnek az árát megspórolhatjátok, hiszen 3.000 forintot spóroltok így, ezzel a 15%-kal, tehát 20.000 forint helyett 17.000 forintért tudjátok elvenni, ami azt jelenti, hogy egy 3.000 forintos könyvnek az ára az azért nem kevés. Nagyon jó itt közben olvasni a kommenteket, köszönöm szépen. Az a zöld csomag, amit Rita említ, az ennek a My Reading Library-nek az előzetese, vagy az előző csomagja, a My First Reading Library, amiben fele ekkora könyvecskék vannak, 22-24 oldalasak, és szintén egy 50 darabos és 3 szintre beosztott csomag. Klárának is köszönöm a kommentjét, és annyira jó ezt látni, hogy tényleg azért egy másfél évessel is már olvassátok, és élvezitek. És is sokaktól kapok olyan kommentet, hogy hát, vagy olyan kérdést, hogy nem lehet egy kisgyerekkel, egy 2 évessel, vagy egy 1 évessel meséket olvasni.
Azt gondolom, hogy lehet. Igen, Marian, a zöld csomag is 20 ezer forintba kerül. Mind a kettő library csomag. Eredetileg egyébként, és ez nagyon érdekes, hogy a kiadó ezeket a könyveket darabonként 2000 forintért adja. Tehát tényleg nem túlzás azt mondani, hogy ez egy 80%-os kedvezmény, hiszen hogyha felszorozzátok a 2000-et az 50 darabbal, akkor 100 ezer forintra jön neki ennek a csomagnak az ára. Abszolút lehet olvasni az egyévesen is, így igaz. Én azt gondolom, hogy még úgy is, hogy esetleg egyes címek nem, tehát nem kell 50 könyvet ugye egyből felfalni. Én mindig azt mondom, hogyha heti egyet olvastok, akkor ezzel a csomaggal egy évre el vagytok látva angol mesekönyvvel. Látszanak közben így jól a címek? És még mindig várom azt az első kommentet. Há, Zsuzsi! Éljen! Zsuzsi, nagyon jó vagy, gratulálok, hiszen ti már elvittetek egy másik szuper mesekönyv csomagot is, úgyhogy most még ez is a tiétek. Gratulálok, nagyon-nagyon örülök, hogy tudtál nézni. Ezek szerint már alszanak a lányok. Köszönöm, Zsuzsi, várom akkor a privát üzenetet. És mindenkinek, aki megírta a kommentjét, hogy mennyire szeretik ezt a csomagot, azoknak is köszönöm szépen. És most még zárásként szeretnék egy olyan kommentet kérni tőletek, hogy szeretnétek-e látni azt a bizonyos zöld csomagot egy következő live-ban. Tehát a My First Reading Library-nek az 50-es csomagját, ami egyébként, ugye itt egy 3-as szintet és egy 4-es szintet említ, illetve egy következő sorozatból 1-es szintet. Ezek vannak a pirosban, és a zöldben pedig ennek a First Reading Level-nek a 1-2-3 szintjei vannak, és mondom, fele ilyen hosszú könyvek. Nyomjatok egy szívecskét, vagy írjatok egy kommentet, hogyha szeretnétek legközelebb a My First Reading Library csomagba is így beletekinteni. Pedig köszönöm szépen már a figyelmeteket. Vera, köszi a kommentet. Ígérem, hogy meg fogom mutatni. Marian, köszi, köszi. Igen, a live-ban is. A Petra, drágák vagytok az én drága-drága VIP anyukáim, akik este 10-kor is itt vannak. Nagyon-nagyon. És Bogi is. Hurrá, köszi, köszi. És Klára is. Oké, hát lányok, ígérem nektek, hogy a következő ilyen mini live-ban, és ígérem nem a következő 2018-as World Book Day-en, hanem hamarosan bemutatom nektek a My First Reading Library-t. Mária is írt közbe, köszönöm. Hiszen vár itt ránk május elején még egy-két jeles ünnep, igaz? Talán ki is találjátok, mire gondolok. Megleplek majd titeket arra a bizonyos május első vasárnapjára egy ilyen live-val, oké? De most már elköszönök. Marian, köszi a kommentet. Jó éjszakát! Sziasztok!